Az elmúlt esztendő legjobbjai díjazta a Magyar Diáksport Szövetség, de hogy kiket díjaztak és mi alapján, azt most a vendégeinkkel fogjuk megbeszélni. Vajda Zsuzsanna, a Kölcsey Ferenc Gimnázium testnevelő tanára, illetve Balog Gábor, olimpiai ezüstméres öttusázó, az MDS elnök a vendégünk. Köszöntünk benneteket. Szóval minek apropóján kerültek átadásra ezek a díjak, hogy szépen magyarul fogalmazzam meg? Van egy csodálatos versenyrendszere a Diáksport Szövetségnek, rengeteg programunk van egyébként, de van egy csodálatos versenyrendszere, ami nem más, mint a Diák Olimpia versenyrendszer, ez még az úttörő olimpiából annak a hagyatékát megőrizve 87-ben elindult, tehát egy 32 éves versenyrendszerről beszélgetünk, és torony magasan a legnagyobb országos tanulmányi versenyről is egyben, mivel éves szinten 310 000 gyerek nevez a Diák Olimpiára. Ez egy nagyon-nagyon bődületes nagy szám, hogyha azt nézzük, hogy 1 200 000 gyerek tanul a ma a közoktatásban évről évre. És rengeteg sportágunkon van, 15-16 sportág alatt megszervezzük a Diák Olimpiát, mellette vannak olyan sportági szövetségek, akik licencia szerződés keretén belül használják a Diák Olimpiai védjegyet, és saját maguk is megrendezik a Diák Olimpiát. Tehát van körülbelül olyan 50 és 60 sportág, aki Diák Olimpiába indul. És minden évben most már hagyományszerűen az elmúlt 5 évben szerveztünk egy eredményességi díját adott, pontosan azért, hogy a legeredményesebb testnevelő tanárok, akik a legjobb munkát végzik el, vagy a legjobb intézmények, akik a legjobb eredményeket érik el a Diák Olimpián, méltó díjazásban részesülhessenek. És hát ebben érintett akkor a gimnázium, ugye? Igen, azt hiszem, hogy testnevelő tanárként nagyon hálás lehetek, hogy olyan iskolában taníthatok, ami egy nagyon-nagyon sportos iskola. 832 tanulójából több mint 400 tanulónk, akik versenyszerűen is sportolnak, és a többiek is nagyon sportos hozzáállásúak. Ez azt jelenti, hogy le vannak szerződve valahová, vagy csak az aktív életmód a mindennapjaik része? Hát vannak, akik körülbelül ennek a fele, körülbelül 200 olyan sportolónk van, akik egyesületben leigazolt versenyzők, és ebből 200-an azok, akik körülbelül, akik inkább csak az egészséges életmód miatt választják a sportot, és heti 3 edzéssel próbálnak fitten maradni. Ugye 20 pedagógust és 16 iskolát jutalmaztatok. Mik voltak azok az igazán, kik voltak azok, akik igazán, akik eldöntötték azt? Urikálisak eredmény szempontjából. Nagyon érdekes, hogy azt figyeltem meg az évek során, hogy bár én az élsportból jöttem, ott is azért, hogyha megnézzük mondjuk egy kézilabda sportágat, Veszprém, Szeged, vagy a Ferencváros, vagy ha megnézzük más sportágat, kosárlabda, Szolnok, vagy vízilabda, Szolnok, Eger, megvannak azok a bázisok, azok a városi bázisok, ahol a legerősebbek vagyunk bizonyos sportágokban. Érdekes, hogy a diásportban ez ugyanígy megvan. Például ugyanazokban a sportágokban? Tehát igen, például a győri kézisek, nagyon erősek a diásportban, ugyanúgy a diákolimpiákat meg szokták nyerni, főleg a lányok, de itt van például a Váci Boronkai, akit szeretnék kiemelni, vagy a Egerben a Kemény Ferenc, és itt van Budapestről a Kölcsey gimnázium, akik évről évre folyamatosan a eredmény vagy az érem táblázaton mindig ott vannak az első 3 hely valamelyikén. Ez egy fajta motivációs? Az éremtáblázat határozzanak, hogy ki az a testnevelő tanár mondjuk, aki kap egy ilyen kiemelt díjat? Abszolút az eredményesség mutatja, tehát hogy akár egyéniben, akár csapatsportágokban ki melyik iskola tudja a legjobb eredményeket elérni. Így van, és a testnevelő tanár kihez tartozik a legtöbb olyan diáksportoló vagy diáksport csapat, akik a legjobb eredményt érik el. Mi a tapasztalat, hogy hogyan lehet rávenni a diákokat arra, hogy csatlakozzanak akár egy egyesülethez, akár magán emberként, hogy üzzenek egy sportot? Az az igazság, hogy ahhoz, hogy most már mi harmadszor mehettünk a Magyar Tudományos Akadémiára, a Magyar Diáksport Szövetség nagyon szép helyszínt teremtenek a diátadónak, és nagyon örülünk, hogy harmadszor tudunk részt venni ezen a diátadón. Ahhoz több sportágban kell, hogy eredményesek tudjunk lenni, és azt gondolom, hogy a mai diákok nagyon nyitottak arra, hogy egy picit az iskolán kívül is ott legyünk. A sport nagyon jó közösség teremtő ereje van, és azt a diákok is érzik. És azt gondolom, hogy nem is olyan nehéz őket rávenni, illetve az is nagyon motiválja őket, hogy csapatban egy iskoláért, a Kölcsey gimnáziumért küzdhetnek, és az is motivációt ad nekik, hogy évek óta nagyon jó helyen szereplünk ezen a ranglistán, és akkor idén is mutassuk meg, igenis a mai diákok is nagyon szeretnek jól szerepelni, akarják a teljesítményüket megmutatni másoknak. És hát ugye az sem lehet utolsó szempont, hogy akár a nagy olimpiára is kijuthat egy-egy szorgalmas és tehetséges fiatal.
Hát pontosan most az idei évben, a korábbi években Cselaci meg Berki Krisztián volt, a Tornász Berki Krisztián volt az eseményeinken. Mindig próbálunk élsportolókat ezekre a gálákra, eredményességi diátadókra hozni, mert azért az mégiscsak motiváló, nem csak a gyerekeknek, hanem a testnevelő tanároknak, intézményezőknek ugyancsak. És Háfra Noémi volt idén, ugye a junior világbajnokságot nyertek, ugye a kézilabdázó lányok, és ő is a csapatnak az egyik oszlopos tagja volt, ő volt most idén velünk, és gyakorlatilag mi folyamatosan nyomon követjük azokat a sportolókat, akik egyébként diákolimpián is eredményt értek el, vagy dobogósak tudtak lenni, és utána a rendes olimpián is eredményt tudtak elérni. Rengeteg ilyen van, mi örömmel büszkékedünk mindig, amikor őket meg tudjuk mutatni a fiataloknak. Mi büszkék. Hát köszönjük szépen, látom. És akkor nagyon sok sikert kívánunk erre a tanévre is, és sok szép eredményt. Játékkal folytatjuk a mérkőzést.